Az elején az volt a probléma, hogy pont az hiányzott a játékunkból, ami a modern futballnak az alapja, futni, küzdeni, hajtani. Akárkinek akármilyen technikája, akármilyen taktika alapján játszik a csapat, hogyha nem futnak 100%-on vagy a fölött a játékosok, akkor nem lehet eredményes. És voltak sajnos a pályán olyan játékosok, akik nem tették meg. Második fél időben fölé nőttünk az ellenfélnek, az első fél időben is a Csami kihagyott helyzetet, utána a Bobál is kihagyott, a Csami is kihagyott újból helyzetet a második fél időben, de ott már milyen volt a mérkőzés. Voltak olyan mozanatok a mérkőzésen, ami nem tetszett neki, úgy gondolja, hogy voltak azért tévedések is a mérkőzésen, de hát mivel megvan, így ezzel nem kell foglalkozni. Sokatszor produkálunk és veszítünk, tehát ugye ez a, mondtam múltkor is, az a szimpatikus vesztes szerep már nagyon unalmas. Igazából a második fél időben volt egy holtpont a pécsi meccs után, ez ugye várható volt, és ezt a holtpontot nem tudtuk sajnos gól nélkül lehozni. Két buta, nem tudom, hogy 11-es volt biztos, két pontrugásból gólt kapni, nem felállni egy sorfalnak normálisan, szóval ezek olyan abnormális dolgok, amelyekkel nem lehet kívülről mit kezdeni. Aztán túlestünk ezen a holtponton, és akkor a fél idő második fele megint a miénk volt, úgy gondolom, és akkor legalább az X-et el kellett volna hoznunk. Nem tudom, ez a szezon ez valószínűleg ilyen, hogy játszunk, küzdünk néha, de nem áll mellénk a Fortuna.